Míg a főváros és a kormány magánérdekek mentén dönt az ingatlan fejlesztések sorsáról, a Mi Hazánk mozgalom az erőforrásokat a meglévő ingatlanok műemlékek megújítására, állag megóvására, energiahatékonyságának javítására fordítja és élhetővé teszi a fővárost. Ennek keretén belül nyilvános illemhelyet létesítünk minden közparkban és játszótéren, rendet teremtünk a társasházak jogvitái és a társasház kezelés terén, és támogatjuk azok megújuló energiaberuházásait. A hulladékkezeléssel, lomtanítással kapcsolatos egységes, szigorú szabálysértési szabályozást vezetünk be. Felszámoljuk a szervezet, üzletszerű lomizást, és fellépünk az illegális hulladéklerakók ellen. Megszabadítjuk a várost a falfirka bűnözés nyomaitól, megvédjük az identitásunkat és anyanyelvünket, ezért a közterületeken kötelezővé tesszük a reklámszövegek magyar nyelvű megjelenítését. Kitiltjuk Budapestről a bűnözők által szervezett koldus maffiát. A Mi Hazánk mozgalom rendet teremt és élhetővé teszi a fővárost. Június 9-én szavazzon a Mi Hazánk főpolgármester jelöltjére, dr. Brunner Andrásra.